Amikor teszel valamit, nem tudod, mi lesz az eredménye tettednek, de minden nap elültetsz egy magot, bár az aratáson már nem leszel ott. Minden tett, minden kedves tett, maghoz hasonló, Isten termő talajára dobva. Bár nem tudod előre, fa fog nőni belőle, a hegycsúcsnak menedéket adva. Egy álmot váltottunk valóra, egy színes, mesékkel, játékokkal és dallal teli álmot. Néhány éve, amikor óvodavezetővé váltam, az volt az álmom, hogy Pilis Csabán minden Pilis Csabai gyermek méltó körülmények között kezdhesse meg az óvodás éveit. Ez az álom megvalósult. Merjünk hinni az összefogás erejében, hinnünk kell abban, hogy merjünk nagyot álmodni, és ez megvalósulhat. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ennek megvalósításában. Jó szóval, tettekkel és mosollyal. Azt hiszem, a családok évében nem is lehetne más jobb ünnepi alkalom, mint egy új óvodaépületnek az átadása, amely mutatja, hogy Magyarország egyre inkább családbarát országgá válik, amely mutatja, hogy a települések is egyre családbarátabbá tudnak válni, és itt Pilis Csabán is a város egyre inkább családbarát város. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy minél inkább az országot, az óvodákat, bölcsödéket, iskolákat és az egész közszférát minél családbarátabbá tegyük. Ez egy nagyon nagy feladat, egy nagyon sok évig, hosszú évig tartó feladat, de bízunk benne, hogy ez a mostani ünnepi alkalom is hozzájárul ahhoz, hogy valamennyivel mindenki érezze, hogy a családbarátabb országokban él. Az elmúlt években országszerte óvodafejlesztések zajlottak, összesen ma 9000 férőhelyen van több az óvodákban, mint mondjuk 8 esztendővel ezelőtt, és nyilván az óvónénik, óvóbácsiknak a száma is megemelkedett ezzel arányosan. 1200-al többen figyelnek a csöpségekre, gondoskodnak róluk nap, mint nap, mint jó pár évvel ezelőtt. Ez nyilván költségvetési forrásokat is igényel, 16,2 milliárd forintot, és ebből nem csak az óvodai férőhelyeknek a bővítésére jutott, nem csak arra jutott, hogy korszerűbb körülmények között, színesebb körülmények között, sokkal inkább ingergazdabb körülmények között tudjanak a gyerekek fölnevelkedni, hanem arra is jutott ebből a forrásból, hogy azoknak az ebédeknek, 10 óraiknak, uzsonnáknak a környezetét, ahol a gyerekek ezt megeszik, fejleszteni tudjuk, hogy egészségesebb ételeket ápoltabb környezetben tudjanak elfogyasztani, ezzel is a gyermekek is egészségét szolgálni. Bízunk benne, hogy éppen ezért az a generáció, amelyik már egy ennyire kibővült óvodarendszerben tud fölnőni, nagyobb gondoskodás mellett, neki majd az élet lehetőségei, az életesélye is jobbak lesznek. Az is fontos, hogy túl azon, hogy 2-3 milliárd forint forrást minden évben biztosít a kormány központi költségvetésből is, és jóval magasabbat európai uniós és hazai közös finanszírozásban arra, hogy óvodákat, bölcsödéket építsünk, hiszen ebben a most zajló pár éves fejlesztési ciklusban is több mint 100 milliárd forint van óvoda és bölcsöde fejlesztésre, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre és új óvodák, bölcsődők építésére. Emellett ugyanolyan lényeges, hogy az óvodában dolgozóknak az anyagi megbecsültsége mindig inkább kifejezze annak a munkának az értékét, amit végeznek. Hiszen egy szülő annál nagyobb bizalommal senki iránt nem lehet, mint akire a gyerekét bízza. Akár 3 éves kor alatt, akár az óvodában. És sokan bizony, hogy én is sok óvodában megfordulok, járok, kelek, sokan az óvónénihez igazítják azt, hogy melyik csoportba szeretnék a gyereket, mások persze a testvérhez, vagy egyéb körülményekhez, de nagyon sokan vannak, akik azt várják, hogy ahhoz az óvónénihez kerüljön a gyerek. Mert ennél felelősebb döntés erre a 3 évre kevés van, mint hogy ki az, akinek a gondjára bízzuk reggeltől délutánig a gyermekünket. Nagy öröm itt állni mindig egy ilyen új beruházásnál, egy új épületnél, egy új közösségi térnél. Különösen jó ez akkor, hogyha egy oktatási intézményről van szó, és különösen akkor, hogyha ez épp a legkisebbeket szolgálja, épp egy óvoda. Itt a választókerületben az elmúlt időszakban nem egy és nem két óvoda épült, újult meg. Így volt ez Pátyon, Budakeszin, Nagykovácsiban, és itt most Pilis Csabán. Egy nagyon szép épületről van szó, kormányzati támogatással készült el, és azt gondolom, hogy ahogy államtitkár úr mondta, akkor, amikor az adófizetők pénzét ilyen beruházásokra fordítjuk, ezeket a beruházásokat tartjuk talán a legfontosabbnak, az azért van, mert a jövőre gondolunk, a jövőt építjük. Épp a legkisebbek azok, akik
szinte megtestesítik itt előttünk a jövőt. Én annyit kívánok az óvoda vezetésnek, Teréz néni, Derék néni, hallottuk a kicsiktől, hogy a Brunswick-terézi hagyományokat folytassák. Én biztos vagyok benne, hogy ez az óvoda, ez méltó lesz a hagyományokhoz, Brunswick-Teréz emlékezetéhez, és az itteni gyerekek igazán egy nagyon szép otthonra lelnek benne. A mai nappal városunk ismét nagy lépést tett előre. A közelmúltban két olyan beruházás is megvalósult városunkban, amelyek Pilis Csaba szolgáltatásainak színvonalát és épületállományát nagy mértékben javítják. Gondolok itt a nemrégiben felújított orvosi rendelőre, és jelen pillanatban hivatalosan is átadjuk az új erdészkerti óvodánkat. A siker közös. Mindenekelőtt szeretném megköszönni Pilis Csaba város képviselőtestületének, a hivatalnak, a városüzemeltetési intézménynek, a tervezőnek, a kivitelezőknek, az óvodapedagógusoknak, és mindenkinek, akik ebben a munkában részt vállaltak, hogy plusz munkát, fáradtságot nem kímélve mindvégig támogatták az óvoda építését. Az óvodai környezetnek meghatározó szerepe van, esztétikus, kreatív, méretre szabott, adott körülményekhez és hagyományokhoz illeszkedő környezetre van szükség ahhoz, hogy az óvónők a családokkal együttműködve, közös munkával elérjék, hogy gyermekeink érdeklődővé, kíváncsivá, nyitottá váljanak, és tisztában legyenek az alapvető emberi értékekkel. Kedves megjelentek, kedves óvónők, kedves gyerekek, kívánom, hogy az itt eltöltött idő mindig öröm legyen mindannyiunk számára. Szia!